Szeretettel köszöntelek benneteket! Mostani videóban röviden meg fogjuk nézni, miképpen zajlott 1956-os forradalom megtorlása és mi jellemző a Kádár korszakra. Nézzük meg részletesen, miképpen zajlott 1956 megtorlása. 1956. november 4-én a szovjetek megtámadták Budapestet, és ezzel gyakorlatilag leverték az 56-os forradalmat. Kádár János lett az új vezetője az új hatalomnak, Moszkvából kapta a kinevezését, de az a sajátos helyzet állt elő, hogy Nagy Imre nem volt hajlandó lemondani a miniszterelnöki pozícióról. Ráadásul megkezdődött egy alulról szerveződő önkormányzati rendszer kiépítése is, ami teljesen demokratikus volt és népképviseleten alapult. Innentől kezdve egy kettős hatalmi struktúra jött létre 56. novemberében Magyarországon. Kádárnak az első reakciója az volt, hogy megpróbált kiegyezni a társadalommal, megpróbált megegyezni ezekkel a népképviseleti testületekkel, hogy fogadják őt el Magyarország miniszterelnökének. Ezek a tárgyalások azonban nagyon rövid úton kudarcba fulladtak. November végére kiderült, hogy Kádárt nem fogja a magyar társadalom jogszerű és legitim miniszterelnökének elfogadni. Nem maradt más útja Kádárnak, csak az erőszakos pacifikálás. Újra sortüzek dördölnek szerte az országban. A tüntetéseket kegyetlen módon, fegyverrel oszlatják fel. Sok halálos áldozat van egészen január elejéig szerte az országban. A katonai beavatkozásokkal párhuzamosan megkezdődik a forradalom megtorlásának jogi lehetőségeinek a kidolgozása is. Nagyon sok jogszabályt kell módosítani a Kádárnak ahhoz, hogy azok a forradalmárok, akik október 23-a után a legitim kormány oldalán állva harcoltak, és akikről kimondta a legitim kormány, hogy jogos a felháborodásuk a személyi kultusz terrorját és bűneit illetően, azokat az embereket ellenforradalmárnak, a rendszer ellenségeinek kellett minősíteni. Ez december elején egyébként Kádár János és a párt ki is nyilvánítja és kijelenti, hogy 56-ban ellenforradalom volt. Ennek megfelelően módosítják a törvényeket. A megtorláshoz rendkívül is sok jogszabályt kell megváltoztatniuk, például a halálbüntetés korhatárát leszállítják 16 éves korra. Az azt jelenti, hogy 16 éves kamaszokat fel lehetett akasztani. Bevezetik a rögtönbíráskodást, amely azt jelenti, hogy csak felmentőítélet, illetve halálos ítélet hozható, halálos ítélet esetén pedig az ítélet azonnal végrehajtandó. A rögtönbíráskodás egészen 57. novemberéig életben van. De azon kívül is gyorsított eljárásokat hoznak, amely lehetetlenné teszi a koncepciós perben elítélendő embereknek a valódi jogi védelmét. Népbírósági tanácsokat állítanak fel újra, mint 1945-ben. Ezekben a népbírósági tanácsokban népi ülnökök ülnek, akiknek semmiféle jogi képzettségük nincsen, pártfunkcionáriusok és a párt utasításának tesznek eleget. Az 56-os koncepciós perekről nagyon fontos tudni, hogy a legtöbb áldozat nem politikai bűncselekmények miatt kerül börtönbe, hanem köztörvényes alakzatokért is, vagyis az, aki fegyveresen részt vett a forradalomba, tiltott fegyverviselésért, vagy emberölési kísérletért kerül elítélésre. Ez azért nagyon fontos, mert az 63-as amnestia rendelet értelmében csak a politikai bűnösöket engedik ki a börtönből. Ezért pont a köztörvényesítés az oka annak, hogy barikádharcosok még a 70-es évek elején is ülnek börtönben. Összességében a megtorlásoknak
Nagyjából tudjuk csak az áldozatok számát, még a halálos áldozatok számát se tudjuk pontosan megmondani, több mint 300 embert küldenek a Bitófára 56 után. 20 ezer ember sérül meg a harcokban, több mint 2000 ember veszti életét az utcai harcokban. Fölelevenítik az internálási intézményét, amit 53-ban Nagy Imre megszüntetett, közbiztonsági őrizet néven működik ekkor. Közel 20 ezer embert internálnak. 200 ezer ember hagyja el Magyarországot ebben az időben, és számát sem tudjuk adni, hogy mennyi azon áldozatoknak a száma, akiket különböző munkahelyi vagy iskolai atrocitások érnek, nem tanulhat tovább, elveszti az állását, stb. Az imént szó volt arról, hogy milyen nehezen fogadta a társadalom Kádár János személyét, ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy ahogy telt az idő, ez megváltozott. Miképpen tudta Kádár János elfogadtatni magát, és egyáltalán mi jellemző a Kádár korszakra? Kádár János az első pillanattól kezdve tisztában volt azzal, hogy azt a fajta hatalomgyakorlási technikát, amit Rákosiék az 50-es években folytattak, azt nem tudja tovább alkalmazni. Nem szerette volna, hogyha a hatalmát elveszíti egy újabb forradalom kitörése miatt. Ezért hiába nyúlt vissza a sztálinista terrorhoz az 56-os forradalom megtorlásainak idején, ő már készült arra, hogy a helyzetet konszolidálni fogja. Nem változtatott a diktatúra keretrendszerén, azonban egy teljesen új hatalomgyakorlási technikát alkalmazott, amelynek az volt a lényege, hogy az emberi hétköznapokba megpróbált nem beavatkozni, megpróbált szabadságot adni az embereknek, ezt kiegészítve egy emelkedő életszínvonallal, tehát egy anyagi viszonylagos jólétet és kiszámíthatóságot biztosítva elvárta a társadalomtól azt, hogy ezért cserébe ne szóljon bele a politikába. Kiegyezésként szokták ezt emlegetni sokan, azonban a kiegyezéshez két ember vagy két fél szükségeltetik. Ez egy sokkal inkább egy paktum volt Kádár részéről, ami a társadalom kénytelen volt elfogadni. Egy rá kényszerített kiegyezésről beszélünk tehát. De kényszer ide, kényszer oda, tény és való, hogy Kádárnak sikeres ez a politikája. Kádár valóban konszolidálja a társadalmat, és kiépül egy olyan rendkívül egyedülálló modell a szovjet blokkon belül, amit szoktunk gulyás kommunizmusnak, vagy legvidámabb baraknak is nevezni. Miből áll ez a hatalomgyakorlási technika? Továbbra is rendkívül fontos szerepe van a politikai rendőrségnek. De a politikai rendőrség működése is idomul ehhez az új szövetségi politikához, és a nyílt fizikai terror alkalmazásán túllépve egyfajta manipulatív eszközöket használva irányítja és figyeli meg a társadalmat. A legintimebb magánéleti szférába is behatol az állambiztonság. Jelen van az ügynökein és a különböző operatív hálózati tagjain keresztül a társadalom mindennapjaiban, a hétköznapokban, és a hétköznapi életbe beszivárogva eléri azt, hogy egy ős bizalmatlanságot kelt a társadalom tagjaiban. Megszűnik a társadalmi összetartás, megszűnik az az társadalmi egység, amely lehetőséget adna arra, hogy egységesen lépjen fel a magyar nemzet a diktátor ellen, sérül a társadalom immunrendszere. Ez a fajta technika nem csak az állambiztonság működésében érezhető, de tetten érhető a kultúrpolitikában is. Kádár nagyon jól tudja, hogy egy társadalom manipulálása és irányítása leginkább a kultúrán, a közös tudáson, a nemzeti hagyományokon keresztül történhet, illetve ezeknek a megbontásán keresztül történhet. A kádári kultúrpolitikát Acél György neve fémjelzi,
ő az, aki kialakít egy személyes lekötelezettségi rendszeren alapuló politikát, egyfajta kegygazdálkodást folytat, az írókat, költőket, különböző művészeket személy szerint teszi a saját bizalmasává, és játszik velük. Kialakít három kategóriát, ez a tűr, tilt és támogat kategóriája, az úgynevezett 3T politikája, akit a rendszer támogat, azt a legmesszebb menőkig mindenféle publikálási lehetőséget megkap, a rendszer a kegyeibe fogadja. Van a tűr kategóriája, amit nem tiltanak be, de igazán nem is támogat a párt, meg a vezetés, egyfajta ex-lex állapot, teljes bizonytalan létben élnek ezek a művészek, és van a tilt kategóriája, akiket viszont nem engednek nyilvánosság elé. Célnak. Ez a kultúrpolitikájának a lényeg éppen az volt, hogy bizonytalanságban tartotta ez az embereket. Soha nem tudta senki, hogy mikor kerül át az egyik kategóriából a másikba. A szlájton olvashattok két idézetet, mind a kettő egy könnyű zenei számból származik, érdemes rákeresni a YouTube-on és meghallgatni. Egy olyan életérzést ad vissza, amiből talán jobban megérthető. Úgyhogy éltek a fiatalok ebben a rendszerben. Nagyon fontos Kádárnak a gazdaságpolitikája. Alapvetően itt sem változtat a szocialista gazdaságpolitikán, hiszen továbbra is az állami tulajdon túlsúlya a jellemző. Ráadásul a 60-as évek elejére befejezi az erőszakos kollektivizálást, a TSS-ítést, amit még 53-ban Nagy Imre függesztett fel. Mégis megjelenik egyfajta liberalizálódás. Felismerik az agráriumtárcát vezető politikusok, hogy az a fajta gazdasági, tervutasításos rendszer, amihez nagyon kötötten ragaszkodni kellett az 50-es években, az lehetetlenné teszi ezt a fajta életszínvonal politikát, amelyet folytatni akar Kádár. Először a mezőgazdaságban jönnek az első kedvezmények, megengedik, hogy a TS gazdálkodás mellett a parasztok otthon háztáival foglalkozzanak, ez azt jelenti, hogy a kertben állatokat tarthatnak saját maguknak, illetve a konyhakertjüket művelhetik, elsősorban saját ellátásra, de a felesleget adott esetben értékesíthették is. Rendkívül nagy változást okozott ez a mezőgazdaságban és a parasztok életszínvonalában. A 60-as években megjelenik egy reformközgazdász társaság a párton belül, akik megpróbálják rávezetni az ipart is egy ilyen alternatív útra, ami a mezőgazdaságnál működőképes, és kidolgozzák az új gazdasági mechanizmus elméletét, amelyet 1968. január 1-től életbe is léptetnek. Az új gazdasági mechanizmus számos helyen lazít a tervutasításos gazdálkodással. A legfontosabb eleme az, hogy nagyobb mozgásteret ad az iparvállalatoknak, lehetőséget ad arra, hogy a tervutasítás keretein túllépve egy kicsit a piac kereslet és kínálat szabályozásához fordulva termeljenek. Ráadásul rengeteg olyan területen érik el, hogy felszabaduljon a szabott hatósági ár, amely szintén a kereslet és kínálat, tehát a piac szabályozó mechanizmusát lépteti életbe, valamint a bérrendezésnél is megpróbálnak valamilyen szinten ehhez a piac szabályozáshoz elmozdulni. Hatalmas nagy lehetősége ez a blokkon belül, és nagyon működik is. Ugyanakkor 1972-ben, vagy 72-re az új gazdasági mechanizmus újításait egyre inkább háttérbe szorítják, és 74-ben le is állítják.
Jó kérdés az, hogy miért. Általában eleddig azt tanították, és úgy gondoltuk, hogy a moszkoviták, tehát a moszkvai ortodox kommunista csoport felülkerekedik ezekben az években, és félve attól, hogy ez a piacgazdaság felé való elmozdulás fellazítja a szocializmus kereteit, ezért akadályozza meg az új gazdasági mechanizmus továbbműködését. Valójában sokkal összetettebb problémák állnak a háttérben. Az egyik egy olyan folyamat, amelyet csak a legutóbbi időkben a legújabb kutatások mutattak meg, hogy a kádári gazdaság mély rétegeiben kialakul egy olyan szisztéma, amely egyáltalán nem kapcsolható a szocialista gazdaságpolitikához, egyértelműen egy kapitalista üzletpolitika felé való elmozdulást jelent. Ez a terület a külkereskedelemben észlelhető, ugyanis Magyarországnak nagyon fontos szerepet kell ellátnia a keleti blokkban, valutát kell szereznie a szovjetek számára, amelyet fel tudnak aztán használni a technológiai versenyben, hiszen ekkor már az Egyesült Államok és a Szovjetunió komoly műszaki tudományos versengésben van egymással, a szovjeteknek ehhez tőke és leginkább technológia kell. Ennek a beszerzése nagy részben Magyarországra hárul. És az embargós termékek, tehát a tiltott high-tech termékeknek a beszerzése a külkereskedelmi kapcsolatokon keresztül bonyolódik. Ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, ehhez viszont az kell, hogy a nyugati piacorientált kapitalista cégekkel elég komoly és folyamatos kapcsolatot tartsanak fent. Ez a külkereskedelmi hálózat azonban egy nagyon komoly korrupciós hálózattá emelkedik, amelynek vetélytársai lennének az a piaci alapokra helyeződő iparvállalatok. Épp ezért az új gazdasági mechanizmus liberalizációja számukra egyfajta konkurenciát jelentett, és a legújabb eredmények azt mutatják, hogy nagyon nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az új gazdasági mechanizmust végül is leállítsák 1974-ben. Magyarország külpolitikájában is megfigyelhető az a nyitás, amit a külkereskedelem kapcsán mondtam. Magyarországnak nagyon komoly külpolitikai partnerei vannak Kádár idején. Feltételezhető, hogy ez is szovjet utasításra alakul ki, tehát Kádár nem saját kútfőből próbál a nyugati országokkal kapcsolatot fölvenni, hanem szovjet felkérésre. A legfőbb külpolitikai partnerünk és a külgazdasági partnerünk Nyugat-Németország és Ausztria. Azonban ezzel együtt nagyon jó kapcsolatokat kezdünk kialakítani az Egyesült Államokkal is. Az Egyesült Államokkal kiépülő politikának egyik legnagyobb akadálya Mindszenty Bíboros, aki az amerikai követségen kért menedéket 56. november 4-én. És ott is maradt. Egészen 1971-ig Mindszenty Bíboros az amerikai követségen van menekült státuszban, és folyamatos diplomáciai egyezkedéseknek köszönhetően hagyja el 71-ben az amerikai követséget és távozik az országból. Miután a Mindszenty ügye megoldódott, újra napirendre lehet venni egy nagyon kényes kérdést, és ez a Szent Korona hazahozatala. A Szent Korona 1945 óta van amerikai birtokban, és eleinte még 45 és 47 között többször fölmerül, hogy az Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát Magyarországnak, ekkor még a koalíciós pártok akadályozzák ezt meg. A fordulat éve után az Egyesült Államok nem is hajlandó beszélni a Szent Korona visszaszállításáról. Azonban a 70-es évek végére a kádári liberalizációt és a jó diplomáciának köszönhetően újra napirendre kerül a kérdés. Nehéz politikai döntések állnak emögött is, hiszen azzal, hogy a Szent Koronát Amerika visszaszolgáltatja Magyarország számára, elismerheti tulajdonképpen a magyar kormányt és Kádár hatalmát.
Ezt úgy próbálják orvosolni, hogy végül is nem kormányközi átadás történik, hanem 1978-ban az amerikai nép adja vissza a koronát a magyar népnek. Természetesen Kádárék számára ez egy nagyon komoly diplomáciai sikert jelent. A Magyarság Kutatóintézet reméli, hogy ezzel a videóval is segítségetekre lehet a felkészülésben. Kövessetek továbbra is bennünket, sziasztok!